Villogó fények a zebra szélén az útburkolatba építve. 2018. decemberében adták át az első okos zebrát a Szabolcsi megyeszékhely Korányi Frigyes utcáján, az északi temető hátsó bejáratának közelében. Azóta 15 másik ilyet alakítottak ki Nyíregyházán. Magyarországon csak az elmúlt években terjedt el, már ahol van, az okos zebra ugyanis még mindig ritkaságnak számít hazánkban. A fővárosban is csak egy ilyet hoztak létre eddig. Többféle megoldás létezik a Nyíregyházán alkalmazottról, a polgármesteri hivatal illetékes osztályvezetője beszélt 35 perc című műsorunkban. Két szenzor között kell elhaladni gyakorlatilag a gyalogosnak, ahhoz, hogy a rendszerre induljon, tehát a LED sor, főleg szürkületben fontos, hogy láttassa a gyalogosokat. Tehát a hetek között elhaladnak a gyalogosok, ilyenkor mindig ügyelnek a szerelők, hogy lehetőség szerint úgy építsék ki, hogy ne lehessen kikerülni. Nyilván javasoljuk is a gyalogosoknak, hogy erre figyeljenek oda, hogy a két szenzor között haladjanak el. Ilyetlen egy zebra van ez a Vasvári Pál utcán, ahol nem szenzorok között haladnak el a gyalogosok, hanem ott egy kamera van, és a kamera érzékeli a gyalogost. Mivel a gyalogosok a közlekedés legvédtelenebb és legveszélyeztetettebb szereplői, az intelligens gyalogos védelmi rendszer elsődleges célja is az ő biztonságuk javítása. Így olyan helyeken jellemzően lakóövezetekben adtak át ilyet, ahol ezt a forgalom nagysága és a baleseti statisztikák indokolták. A városban két okos zebra készült el alapítványi támogatásból, a többi uniós forrásból megvalósuló projektek részeként, egy esetben az STK előtt pedig a közút megbízásából alakítottak ilyet. Az eddigi tapasztalatok pozitívak. Alapvetően jól működnek, én kérdeztem a kollégákat, hogy meghibásodás mennyire látszik. Alapvetően még néhány gyermekbetegség volt tapasztalható még a kivitelezések közben egy-egy hiba, ami nyilván két kivitelezőnek kell dolgozni, ilyen területen részben útépítőnek, részben maga a technológiát egy kiépítő szervezetnek, tehát itt az összehangolásuk miatt volt egy-egy probléma, illetve hát volt olyan is, ahol valaki nekitolatott egy ilyen oszlopnak a szambuzatéren. Tehát nyilván ilyenből fakadhat hiba, alapvetően nem jellemző, hogy ezzel hiba lenne, illetve azt is érzékeljük, hogy a lakók figyelik ezt a történetet elég erősen. Az osztályvezető hozzátette, várják is a nyíregyháziak visszajelzéseit. Bár arról még nem állnak rendelkezésre adatok, hogy az okos zebrák kialakítása óta kevesebb baleset történt volna, az önkormányzat célja továbbiak létesítése. Az okos zebrák nem kerülnek sok pénzbe a városnak, üzemeltetési költségük ugyanis minimális.